Köszöntöm nézőinket, az ismerős mai vendéges Panicsek Attila tárogató művész, köszöntöm szeretettel. Kedves Attila, nem véletlen, hogy ezt a beszélgetést október 23-a után tűztük műsorra, ki fog derülni, hogy miért. Ismerős ugye ez a műsor címe, én bízom abba, hogy itt Szexárdon Ön sokaknak ismerős, bár valljuk be őszintén főként a fiatal korát töltötte itt De akkor menjünk még visszább a születéshez, ami viszont Budapesthez köti No tehát kedves Attila, hogy került ide hozzánk egyáltalán Budapestről Szexárdig Ha ezt az első szakaszt nézzük, akkor hogy vezetett az út? Születésem után három nappal édesapám összenyomta egy lift, festő volt, mázoló, és császárvágással születtem 5 kg 30 ával Hú, szép é, nagy. Ja, és hát ilyen árván, fél árván kezdődött el az élet. Nagyon nehéz, mert édesanyám takarító volt. Kemény sorsunk volt gyereknek, intézetek, tömege és a Hosszú-hosszú történet, nem is akarok ebbe elmélyülni, mert ez is egy fájdalmas időszak ellenben aztán jött ez az időszak, amikor már tinécsel mondjuk így lettem, és akkor hát a zenéhez vonzódtam. zenét kezdtem el tanulni intenzíven, a klarinét hangszert, majd aztán bekerültem az úgynevezett ipari művész együttes, MT, akkor úgy hívták MTA központi művész együttes, ott voltam zenész egy évet, majd aztán kaptam meghívást ide a szexádi rendőrzenekarhoz, és én itt a szexádi rendőrzenekarnál próbát játszottam, és fel is vettek. És azt tulajdonképpen 1952. szeptember 1-ével szexádra kerültem a rendőrzenekarhoz, és attól kezdve 954-ig rendőrzenész voltam, és mellette sportoló, mert ugye hát focisztam focisztam, kapus voltam a szexádi dózsába, és aztán megszűnt a rendőrzenekar. Olyan folyamat jött, amikor erre ország vissza, országos viszonylatban megszüntették a rendőrzenekarokat, csak a központi budapesti rendőrzenekar maradt. És akkor így, hogy én a, a Dózsa kapusa voltam, beosztottak engemet, mint a rendőrőrmestert a gazdasági osztályra, az akkori Tolna megyei főosztály, így hívták BM Tolna megyei főosztály gazdaság. Ott bútorrelő és berendezési előadó lettem amit így tulajdonképpen neve volt ennek, ugye, mert a foci volt a lényeg. És, és akkor hát így ért el az 1956-os idő, amit nem akarok ennek megelőzni, biztos lesznek kérdések, de lényeg ez, hogy 56. október 23-án kezdődött el az a szomorú életem története, ami nagy nyomot hagy még most is bennem, és azóta sokszor vannak rémálmaim, és sokszor fordul elő olyan, hogy ezekre az időkre borzalommal emlékezem. Hát Attila, akkor beszéljünk erről, hogy tulajdonképpen hogyan kapcsolódott ön 56-hoz, és hát mi volt a kiváltók, és azért azt is említsük meg, hogy a fővároshoz képest szexárd helyzete idézőjelbe téve jobb volt, hiszen itt sokkal csendesebb formája zajlott az 56-os eseményeknek. Hogy élte meg egyáltalán, hogyan zajlottak itt a Október 23-án, október 23-án, tulajdonképpen mi itt a rádióból, a hírekből értesültünk ifjúsági zavargásokról. Így nevezték? Napesték, így, hogy nevezték. így mondták, hogy ifjúsági Igen, zavargások? Igen, és különféle botrányok azok próbálkoznak, botrányokat rendezni hivatalos épületek előtt, de a rendőrségnek és a hatóságnak a kezébe van a helyzet, úgyhogy semmi különös nem történik, de tekintve, hogy népi demokrácia van, erre is, erre is lehet számítani, hogy ilyen. Hát ezt tudtuk mi akkor, hogy ez, ez, ez nem kapcsolódott ahhoz, hát ez diktatúra volt, ott nem lehetett más, csak az, ami elő volt írva, és amit meg, meg volt. Éppen ezért tudtam, mert én magam jó magam tag voltam, és nekünk uh, szemináriumokra kellett járni, abszolút uh, szörnyűséges hazugságokat kellett bebifláznunk, és ezekről uh, reggelente. Uh, beszámolót tartani, ha rákérdezett a politikai tiszt vagy valami, akkor erről kellett komoly beszámolók. Tehát tudtuk mi mindannyian, hogy egy, egy olyan helyzetnek vagyunk a katonái, ami távol áll az igazságtól, nincs benne semmi igazság. És akármennyire próbáltak minket agymosással berendezni az akkori társadalmi rendbe, valamennyien tudtuk, és a, titok, a titokban a barátok, a legközvetlenebb barátokat, megnyilvánítottuk a véleményünket, és tudtuk azt, hogy ez ennek örökké nem lehet, nem lehet tartása. Nem, ennek meg fog, egy, egy, egy alkalom jön, és meg fog szűnni. Ez és, volt tehát ez És a... ez tulajdonképpen akkor én ezzel a rádió hírekből már sejtettem, hogy no, itt az alkalom, mert egyetemistákat is azért közölt, és hamar, nagyon-nagyon Szóval jól. önök rögtön tudták, hogy itt Rögtön tudtuk, miről hogy van most jött szó. el az idő, és, 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 és hogy ennek most egy nagyon-nagyon komoly következményei lesznek, és ez nem áll meg, mint ahogy nem is állt meg, hanem egyre jobban kifejlődött, és hát eb, itt tulajdonképpen nálunk csak annyi történt, hogy zűrzavar volt a rendőrségen. Uh -huh. Senki nem tudta, hogy most mi lesz. Itt a politikailag felelős személyek, Félelembe voltak. Az AVH félelembe. Rögtön eltűntek ezek a kompetens személyek a szolgálati helyekről. Ezek, mint amikor veszély van a hajón, és az első, akik menekülnek, a patkányok. Ez így, kell, ez így volt. És azok a személyek eltűntek, nem voltak. És egy olyan káoszszerűségnek... Dűnt, de ez már 24-én, 25-én így volt, holott mondom, hogy itt nem volt különösebb forradalom. Itt csak az volt, hogy az utcán, akiket meghurcoltak az áviások például én láttam a várköz sarkán, Szétszi utca várköz sarkán, idős embert, aki üvöltözött, kiabált bele, a, 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 a senkivel nem beszélve a panaszait mondta, uh -huh. kiabálva, hogy megkurcoltatok, és a botjával a séta pálcával a levegőbe fenyegetőzött, hát igen. Ott, ahol a padlásokat is lesöpörték annak idején a, a hatóságok, és letakarították a legapróbb szemig, aki nem volt hajlandó TS-tag lenni, vagy nem volt hajlandó valamilyen formában aktív lenni a társadalomba, abba a társadalomban, szörnyűséges helyzetek. Teljesen ártatlan emberek az AVH-ra kerültek, agyonverve is borzasztóan Attila, ön hogyan kapcsolódott az eseményekhez, és hát ön hogyan élte meg a szexuális történéseket? Börtönbe is került, de úgymond menekülni is próbált. Hogy alakult az élete az események hatására? Szexuális szerkesztő asszony, következő ugye a helyzet. Ez, mint ahogy tulajdonképpen itt teljesen hogy hogy mondjam, pofon nélkül zajlottak a dolgok. Én úgy kerültem bele, hogy szolgálatom révén váltottam nemzeti szallagot. Azok, akik kinyilvánították azt, hogy az új helyzetet felvállalják, nemzeti kartszallagot vettek föl. Rajtam kívül még volt egy nyomozó tiszt, akinek most már nem tudom megmondani a nevét, mert az annyira régen volt, és aztán el is sodrottunk messzire egymástól, ki tudja, hol a éles, stb. Ő még hordott civil. Hány éves volt akkor, bocsánat, 24 hogy ez éves 24. voltam? Hát 24, 22, 22. bocsánat. 34-es születési vagyok, 56-ban 22 éves voltam, és hát volt a kisfiam, aki akkor volt két éves aki ugyancsak is a feleségem is itt dolgozott, ebben az épületben akkor még ilyen gépirónő volt. Uh -huh. Tehát nem akarom félbeszakítani, ön kinyilvánította a Igen, és akkor tulajdonképpen húzom. szolgálatot láttam el, pedig a Bélatéri, mert ugye akkor volt a Tolna főosztály, úgy hívtuk a rendőrséget, ott Béla téren a Mária szoborral szembe, ott láttam el őrségszolgálatot, és a srégen szembe a városháza épülete kapujában láttam el szolgálatot, amikor is a Nemzeti Bizottság ott folytatta üléseit fent a nagyterembe, és ott, ott folytak le a én, dolgok. Én csak ilyen szolgálatot láttam el, de egyetlen igazán komoly bűnöm volt, amikor is a társadalomvédelmi, tulajdonvédelmi osztály vezetője, ez Páncél Géza volt, egy rettegett ember volt a népben, meg is akarták lincselni tulajdonképpen, ezért uh, Székelyhidi Géza és Uri Kaladárok voltak tulajdonképpen az ott operatív részlegnek ideiglenes vezetői a rendőrségnek. Ezek behozatták a, ide a főkapitányság épületébe, és én rám lett bízva, én kaptam rá parancsot, hogy őrizzem őt egész nap folyamán, amíg átszállítják a megyei börtönbe. Ez volt Ezt a, a, a Ez volt a fő, ez volt az abszolút bűnöm. És, Hát ez, ez, hogy nekem kötelességem volt mi nemzetőrnek, és én ezt fel is vállaltam, mert nincs semmi különös. És az, ezután, amikor jött az időszak, hogy november 4-e, ott gyorsabban történtek a dolgok. Elég ördült a Mária Szobor mellé szembe a főkapitánysággal egy szovjet tank, Ágyúcsővel ránk a kapura. Én azonnal, úgy, ahogy voltam, mentem fel jelentést tenni a, az ügyeletes tiszthez. Szigetvári százados volt az ügyeletes tiszt, és jelentettem, hogy páncélos gördült fel. Na, azt mondja, hát ez természetes dolog, a szovjet csapatok újra vett, visszavették a hatalmat. És én akkor azt kértem a rémületbe, hogy kérek szabadságos levelet, hogy el tudjak menni Budapestre a szüleimet meglátogatni. Akkor már Brebán nevű őrnagy ö, vette át a kapitányságot, ö, az jel, megjelent meg abban a pillanatban, aztán amikor a Szovjet, csak rögtön megjelentek ezek az elbújt emberek. Uh -huh. Brebán őrnagy átvette a kapitánságot, és ő írta alá a szabadságos levelemet, és így aztán én autostoppokkal indultam el ö, Budapest felé, oldalfegyverem még nálam volt, és Dunaújváros most úgy hívják, akkor város volt, ott leállították a gépkocsit, és valamennyiünket bevittek a városi kapitánságra, nem tudom a többiekkel mi lett, én tőlem elvették a fegyvert, de ez a szabadságos levelem telefonálások révén elő, jó volt arra, hogy mehettem tovább, elengedtek, és így jutottam Budapestre, ahol Budapesten voltam a Szüleimet meglátogattam, rendbe találtam, és nagyon rövid úton igyekeztem menekülni. Tudtam, és hogy... Akkor ment külföldre. Igen, akkor történt meg az, hogy én uh, déli pályaudvaron egy ilyen menekült vonatok voltak, mindenki tudta, hogy az tele van és Györfele megy, azok, azok általában mindenki valahogy igyekez, igyekszik az országot elhagyni. De mégis visszajött? Hát igen, ennek az oka az volt, hogy én jó helyre kerültem. Tulajdonképpen, amikor átléptük a halad határt levél mögött egy Nárdason keresztül, akkor Andau községből osztottak el bennünket, kocsikkal vittek minket aztán a gyűjtőhelyre, ahol a vonatra raktak bennünket, és Innsbruck mellett hal nevű laktanyába kerültünk, És onnét került világszerte szétosztásra a menekült csoportok. Én Svájcba jelentkeztem. Svájcba kerültem, Rosak Nevezeti Városba, Konzervgyárba és a helyi városi zenekarban, az egy zenekar. Mennyi idő után jött vissza, és egyáltalán ez időközben kisfiáról, feleségéről mit tudott? Hát a Szabad Európai Rádión keresztül jeleztem feleségemnek üzenetben, hogy megérkeztem, és a Svájcba vagyok, és... Ők egyébként Szexádon voltak szex még ekkor? persze, kisfiammal együtt, és azután címemet is közöltem, és leveleket kaptam, fájdalmas leveleket, kidobták az állásából, és a kisfiammat is a pölcsödőből, szerencsére az apusom, anyusom még ugye, dolgoztak, és ők el tudták őket látni. Nos, akkor ugye hogyha konzervjárhoz kerültem is, a helyi ottani városi zenekarban játszottam, de ez az időszak, amikor én oda kerültem, ez volt november vége fele, majd aztán március elején addig voltam én tulajdonképpen. Már olyan erős több levél jött, és több panaszos fájdalmas levél, a honvágy jöttört. De jöttek hírek, hogy Kádár János amnestiát ígért azoknak, akik áprilisig visszatérnek az országba. Garantált amnestiát ígért. Hát én úgy is sejtettem, hogy ez a garantált amnestia nem egészen sima ügy lesz, de az érzelmek, az akkori fiatal embernek az, az érzelme, hogy fiam van, és feleségem, akiknek segíteni mindenképp fel kell vállalnom, hogy visszatérjek, és egyáltalán a honvágy, egy hatalmas úr a honvágy. Visszajött, átlépett a határon, mi történt eztán? Igen, a Bécsi nagykövetséghez értünk, ott buszra tettek, akkor odaérkezik, ez hát a világ különféle tájáról érkezett tek, így vissza hasonló érzelmekkel, mint én, hogy honvágy, és legyűrve a... Mert hát jó, jól ment a dolgunk, azt nem mondhatjuk, hogy ott rosszul ment. Nagyon jó kerestünk, nagyon minden, de az érzelmeket nem lehet megfizetni. És akkor átszállítottak bennünket Muson-Magyaróvára. Egy én nem tudom most, hogy milyen jelleget, de gondolom, hogy a rendőrségnek valamilyen épülete lehetett. Zárt, épp, zárt kerítése, körülvetés, őrzött helyiség volt. Minden menekülőt egymás után e, tulajdonképpen ott csináltak vámvizsgálatokat, és e, ott kaptak idegenes papírt, akiket eleleztettek. De önt nem. Én és még katonatársak, Szóval ugyancsak, forrad, akik katonatisztek, katonák, azok, ahogy szűrődött le a, a csoppa csapat, mi már egy hét elmúlott, amikor még megmaradtunk, és akkor jött értem Szexádról egy fogoly kísérő. És a fogolykísérő figyelmeztetett, hogy normálisan viselkedjek, ő nem bilincsel meg, nekem az a csak annyi a dolgom, hogy kövessem és normálisan viselkedve vonaton jöjjünk szexádra. Őnek itt csak ez az összes feladata. Hogy, el, hogy elkísérjen engem Szexádra. Szót fogadott tehát, Szó, és igen. ide érkeztek és, Szexádra. Csak, a csak hogy ugye meg. nem akarom sietetni, csak persze a műsoridő véges, és hogy a későbbi életéről is halljunk, tehát igen. itt akkor börtönbe került, és négy hónapot volt börtönben. Négy hónapot voltam úgy, a vár közben tlen, hogy hetente körülbelül úgy az átlag egyszer, Tatai nevezetű nyomozó vitt fel a Bélatére, és mindig ugyanazt íratta a levelem, és de aztán a leírtak után úgy szinte mindig ugyanazokat a keresztkérdéseket tette fel, én nekem nem volt semmi olyan, azt akarták rám bizonyítani, hogy beépített ügynök lettem ott, kiépített be ott engemet, kiad, milyen feladatot vállaltam, semmit, hát ugye nem csináltam én semmi, egyszerűen. És aztán ez volt, ez így ment körülbelül május, május közepéig, és akkor betettek tehát ez alatt az idő alatt hozták be, én csak a, 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 én hallottam a dörömböléseket, a többi, többi itt letartóztatottakat. És akkor egyedül, nagy, doktor Nagy Istvánnal találkoztam a közös tusolóba a folyosón végén volt egy közös Tusó, és ő, 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 neki mondtam, hogy hogy voltam, és azt mondja, hát sajnálok fiam, miért jöttél vissza. Ja, és Attila, ez... miért, miért jött vissza, ugye a nagy kérdés, mondta, hogy az érzelmeket nem lehet megfizetni, tényleg ö, ö, nagyon ö, ö, szorít minket a műsoridő, nagy vonalakban beszéljünk arról, hogy mi történt eztán, tehát hogy alakult az élete? Ezután az történt, hogy iszik-sztrájkot kezdtem, és ez az éjségsztrájk körülbelül 28 napot utólag és előző ellenőrzéssel az időt, éjségsztrájk, és ami azt jelentette, hogy pricsre feküdtem, és nem mozdultam négy héten keresztül. Szörnyű volt. Nem mozdultam. Rend időnként a rendőr orvos jött vizsgálatot, szempillát össze, szem, uh -huh. és injekciót adott de aztán ez is ritkult, és egyszer csak jöttek, hordágyal bevittek az elmeosztályra, akkor doktor Szepesi volt a főorvos, mesterséges etetét is próbáltak adni, óromon keresztül gumicsövet feldugtak, és de kijött belőlem minden, és akkor csak arra emlékszem, hogy ezt mondta, hogy hát ez a fiatalembert már nem tudjuk, nem tudunk vele mit kezdeni, a szervezet már nem veszi, nem vesz át semmit. És akkor megszólaltam, hogy főorvos úr, ne, ne, tessék tovább csinálni, majd én magamtól fogok uh -huh. én is utóba. Nagyon legyengültem. És föltápláztak, újra visszavittek a vár közbe. Én akkor rögtön újra pricsre feküdtem, hogy sztrák, de akkor már csak két napig. Akkor újra bevittek a, a az elmeosztályra, és akkor jött, el, jött, jött Ihász József nevű rendőrtész, aki hozott egy szabad, eh, szabaduló levelet, és a szabaduló levéllel kerülhettem ki, aztán kikerültem, és visszamentem a családomhoz, 56 kiló voltam a mostani kilóimhoz képest, és nem sehova nem mehettem el, segédmunkásként dolgoztam a vízügynél, mint villanyszerelő segédmunkás. Aztán pedig a Szexárdi Állami Zeneiskolához végre oda kerültem, mint a zenetanár, de rendőrségi felügyelet alá helyeztek, ki volt jelöl, vagy az utcán nem állhatok meg két személlyel beszélgetni, nem mehetek be az 50-es meg melyik bótóban, sehova nem mehetem be, és reggel héttől este hétig lehetek csak kint az utcán, és vasárnaponként délelőtt 10 órakor a várközi kapitányságon kell jelentkezni. És éjszakánként ez a bizonyos szigetvári százados két örrel jött a lakásomra, dörömből, az ablakunk, a ablakunkon, és feleségem, kisfiam pánikba esésével váratlan időpontban jelentkeztek, meg kellett jelennem az ablakba, fel kellett gyújtanom a villany, és Tulajdonképpen az az érdekesebb, hogy később, két évvel ezelőtt valamelyik forradalmát társam azt mondja, hadd mutassam be neked Szigetvári századost, ő is a forradalomba részt vett. Hát ez Annyira ledöbbentette ez az ember. Hát ez ez atrocitált, ez, ez volt megbízva azzal, hogy ennyien így szokánk Attila, talán ennek tükrében érthető az, hogy végül is a boldogulását külföldön ö, igen, találta valószínűleg. meg. Igen, de ez az történt, hogy aztán mi Csak miután... sajnos igen, hallgatnánk az még, elfogyott Tő az időn. Boldogulását tehát külföldön meg művészként kereste a kenyerét, igen. tulajdonképpen ma is nyugdíjas művészként él és tevékenykedik. Igen. Azért nyugdíjas Mutasson meg minket és a nézőket, és majd egy kis ízelítőt is fog nekünk adni abból, hogy az átélt események hatására a sok-sok zaklatás, a sok-sok, hát hogy mondjam, olyan eset, amiből újra fel kellett állni, azért erőt adott, és végül is minden boldogan is jól alakult. Valóban. Enne ez a, hát igen, happy end. Ez, ez egy dolog, hogy én aztán most ö, ö, aktív nyugdíjas vagyok, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park tárogatósa vagyok, nagyon sokat szereple, szereplek, és ö, ö, jól érzem magam, mint, mint így most már. 94 óta visszajöttem Magyarországra és egy boldog ember vagyok, boldog, nagyon boldog ember vagyok. És, szolgál, és imádkozom minden este az Úristen, hogy adjon erőt, hogy a, közön, a holnapi közönségemnek örömet tudjak okozni a játékommal. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk, és megosztotta az élményeit a nézőknek a figyelmet. Köszönöm meg, és most még hallgassuk egy kicsit Attilát.